Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról. Akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak, telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret és a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. A tulajdonképpen már pünköstől megkezdődött csapatépítő tréningünk 2 hetének a csúcspontja, vagy ha úgy tetszik, záró akkordja, a Szent Háromság vasárnapját követő úrnapja. Nyilván mindenkinek azonnal a külsőségek jutnak erről eszébe. Ha vádak érhetnek minket, bár alapvetően vannak ebből nagyon divatos, nagyon új keletű, nagyon legújabb koriak is, akkor az ősiek közül elővéve tulajdonképpen mindig azzal találkozunk, hogy számunkra, katolikusok számára mennyire fontosak a külsőségek. Pedig nem is tudjuk, hogy az eukoszmia, az a szent díszítő művészet, ami a templomainkon, a tárgyainkon, a ruháinkon megnyilvánul, az a mívesség. Az valahol abból a nagyon ősi meggyőződésből fakad, hogy igen, a valóság teljességének, az élet teljességének, magának az Istennek, mindenből, amit ő ajándékozott nekünk, a legszebbet, a legtöbbet, a legdrágábbat, a legjobbat kell visszaadnunk. Nyilván, ha ez a törekvés önmagunkon is meglátszana, nem csak azzal törődnénk, hogy ilyenkor úrnapjára, már jó egy héttel minimum, az ünnep előtt a körmenet útvonalának közterületeit elképesztő rigorózussággal rendbe rakjuk, hogy minden fűszálat időre kifésüljünk, hogy azok az oltárok úgy legyenek díszítve, ahogy, hanem ez rajtunk is meglátszana, na nyilván akkor lenne az ünnep a legcsodálatosabb. Én azt mondom, hogy ilyenkor úrnapján, nyilván sok-sok vetülete mellett, de igenis, vállaljuk fel büszkén, és húzzuk alá sokszor, hogy itt, most nagyon fontosak ezek a külsőségek. Nagyon fontosak, hogy hogyan díszítjük, hogy hogyan öltöztetjük ünneplőbe a településeinket, hogy merre halad az a körmenet, és igenis nagyon fontos az, hogy mit látnak rajtunk. Ezt az Úr, ő maga húzta alá sokszor, és bízta ránk. Amikor egyszer azt mondta, hogy tudjátok, onnan ismerjék fel, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Hogy bizony nagyon fontos, hogy mi látszik rajtunk. Hogy azok, akik ilyenkor a harang, az ének, a csengőszót meghalva egy évben egyszer kitoppannak a ház elé megnézni a cirkuszt, azok mit látnak rajtunk? Hogy azok, akik ilyenkor egyszer elhajtják a gyereket, mert olyan szép lesz fehérbe öltözve, rózsaszirmot, virágszirmot hintve a világ királya elé, végig fotózva a fél falun, azok ebből a sok külsőségből, a látványosságból, kvázi a diadalmenetből,
ebből az örömünnepből mit vesznek le? Hogy akkor, amikor kimegyünk, akkor, amikor kivisszük a templomból a hitünket az utcára, amikor egy-egy település megszentelésének sajátos aktusát éljük meg, hiszen a kommunizmus rég elmúlt, nem a templomkertekben kell úrnapi körmenetet tartani, nem a temetőben a síroknak mutatjuk meg a hitünket. Köszi! Jellemzően, és bízva benne, talán kicsit elbízva is, ők már a győzedelmes egyházhoz tartoznak, akik amúgy is színről színre látják a valóságot. Mi csak törekszünk arra felé, nem őket kell meggyőznünk. Nem a templom falait tapogatva kell körül tántorogni az épületet, és nem a templom kerítésnek mutatjuk meg a hitünket, sőt, alapvetően azt a sajátos belső örömöt, ami arra késztet, hogy ezt a hitet kivigyük. Hogy azt mondjuk, hogy igen, ez nem magánügy. Hogy tessék látni a nem az egyik választható alternatívát, hanem az egyetlen élhetőt, azt az életformát, amire az Isten meghív bennünket, hogy lásd azt a közösséget, amiről állandóan és folyamatosan beszélünk, azt a közösséget, amelyik hajnali 4-5-6 óta tud együtt dolgozni, tud díszíteni, tud virágszőnyeget készíteni, tudja ünneplőbe öltöztetni a szívét csupán csak azért, mert akit szeret, és aki szeret, az itt van, velünk van, köztünk van, most ő hordoztatik körül, most ő járja be az övéit, most ő jött el az övéihez, most ő lép ki a templomból, hogy amiről annyit beszélünk, hogy nem mindig az a fontos, ami itt bent történik, hanem ami a küszöböt átlépve kint a mindennapok valóságában, abban a néha nyomasztóan hosszú 168 órában valósággá válik. Na, az a fontos, most kifele lépjük át a küszöböt. Most kifele visszük el az örömünket, a hitünket, azt a sajátos belső pesdülést, a lélek állandó fiatalságát, azt az állandó belső bizsergést, ami nyugtot nem hagy, ami a szeretetben élőt és hitben járót, akinek az Úr fogja a kezét, azt állandóan cselekvésre készteti. Most mi visszük ki, most mi mutatjuk meg. Ezen a napon sajátos teherként nehezedik ránk az Úr szava, hogy bizony az egymás iránti szeretetetekről ismerjenek fel benneteket, hogy onnan lássa meg a világ, hogy hozzám tartoztok, hogy ez a napbanézés, hogy ez a centrális irányultság az egymás közötti szálakban is eltéphetetlene. Hogy látszik-e? Ó, nem a pompa, de látszik-e az öröm, hogy katolikusnak jó lenni, hogy csak katolikusnak jó lenni.